Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és elnézést kérek, most először használok mikrofon, de nagyon halkan tudok csak beszélni. Így meg elég sokan vagyunk ahhoz, hogy hanggal bírjuk a termet. Azok kedvéért, akik először tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel, elmondom, hogy ez az 5 órai tea beszélgetés sorozat október óta zajlik, most 7. alkalommal beszélgetek a vendégeinkkel, a Művelődési Ház meghívására érkeznek a vendégek. A beszélgetés sorozatnak az a Sik Sándor vers a mottója, hogy ments meg Uram a szürkeségtől engem, és éppen ez adja az apropóját is egyben a beszélgetéseknek, hogy olyan dombóváriakat, vagy mint az elmúlt esetben Dombóváról elszármazott embereket látunk vendégül, akik az átlagosnál többet tesznek, vagy több más tevékenységet folytatnak, mint esetleg az eredeti szakmájuk. Tehát egy kicsit kilépnek a mindennapi szürkeségből, talán így is magyarázhatjuk Sik Sándor sorait. Tehát még egyszer szeretettel köszöntöm Önöket, és egyben engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében sok szeretettel köszöntsem Bodó Imre urat, aki a ma esti beszélgető társam és vendégünk, aki agrármérnök, de múzeum alapító, és számtalan kitüntetés díjazottja is. És mikor elkezdtem a beszélgetés vonalát megtervezni, hát rájöttem, hogy rendkívül nehéz dolgom van, mert annyira szerteágazó a tevékenysége Imrének, hogy szinte nehéz lesz egy csapást követni, úgyhogy lehet, hogy most annak lesznek a részesei, hogy csapongani fogunk itt a különböző témák és területek között, de hát ettől színes azt gondolom az ő élete, és hát ettől több ő, mint mi szürkék, vagy mindennapi emberek. Én helyet foglalok, hogy a szokás szerint, és hogy egy kicsit személyesebb is legyen a beszélgetés. Én is köszöntöm. Engedjék meg, hogy én is szeretettel köszöntsem mindenkit, aki megtisztelt ezt a rendezvényt. Köszönöm a Művelődési Ház vezetésének és dolgozóinak, hogy meghívtak, gondoltak rám, és hát Magdinak ugye nem utolsó sorban, aki ezt az egész műsort, vagy hát rendezvényt vezeti, és nagyon szépen, én néztem többet is meg a videón, nagyon szépen sikerülnek ezek a rendezvények, és úgy érzem, hogy olyan embereket ismerünk meg, vagy ismertünk meg eddig is, akiknek a tevékenységét nem láttuk át, tehát csak egy-egy apró mozzanatát ismertük az életüknek, és hát úgy gondolom, hogy jó magam is így leszek, mert tényleg, ahogy a Magdi is mondta, hát nagyon sokféle tevékenységgel foglalkoztam az elmúlt 36 évben, csak mióta itt élek Dombóváron azóta. Köszönöm szépen! Mindig attól félek, hogy elveszik a szót előlem a vendégeim, most is majdnem erre került sor. Hogy kicsit alátámasszam mások szavaival is azt, amit a bevezetőmben mondtam, hogy Bodó Imre nagyon sokrétű tevékenységet folytat. Az egyik, illetve a legutóbbi emlékkönyvben, a Fekete István Kulturális Egyesület emlékkönyvében, amelyről majd a beszélgetésben természetesen szót fogunk ejteni, azt tudósított arról, hogy 2013-ban Bodó Imre vette át a Jó Ember díjat, amelyet Pécsváradon adtak át, és ennek az indoklásából szeretném indokolni az én szavaimat. Azt írja, hogy a Jó Ember díjat idén 8. alkalommal ítélték oda a Kátlár László Alapítvány névadója, az MTI 2003-ban hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt Baranyai szerkesztőség vezetőjének emlékére. Az idei díjazottat kilenc jelölt közül választották ki. Az elismerés átadását minden évben Káplár László, kedvenc virága,
a bánáti bazsarózsa virágzásának idejéhez igazítják. Már hagyomány, hogy az ünnepséget követően az újságíró családtagjai, barátai, tisztelői a pécsváradi várból elgyalogolnak az Engőre, a bánáti bazsarózsák termőhelyére. Ezennel azt mondja, a Kátlár László emlékére kulturális alapítvány kuratórium nevében tanúsítjuk, hogy a 2013. évi Kátlár László jó ember díjat Bodó Imre érdemelte ki, aki főhivatása mellett helytörténészként tevékenykedik évtizedek óta, többek között létrehozta a Dombóvári Fekete István Múzeumot, Dombóváron és környékén számos emléktábla avatását kezdeményezte méltatlanul elfeledett neves személyeknek, a különböző művészetek pártfogója, szobrok felállításának, kiállítások létrehozásának elősegítője, diákok olvasás és természet szeretetének előmozdítója, több civil szervezet, egyesület, működtetője. Ez állt az indoklásban, és körülbelül ezek azok a tevékenységek, amelyek valóban, hát azt gondolom, hogy ma már jellemzik az egyébként eredenden agrármérnök Bodó Imrét. Most arról kérdeznélek először, Imre, hogy honnan indult ez a pálya, hiszen az volt az egyértelmű cél és útirány is, hogy te agrár szakember leszel valamilyen formában. Tehát nyilván itt Göllét nem fogjuk tudni kikerülni, de Gölléről még fogunk sokat beszélni. Hát igen, tulajdonképpen hát Fekete István falujában, ugye Göllében születtem, és hát ez tulajdonképpen meg is határozta az életemnek a további sorsát. És én nem agrármérnök szerettem volna lenni eredendően, hanem helytörténész, vagy a történész, múzeológus, vagy régész. De hát abban az időben, hogy minden falusi gyereket a mezőgazdasági pályára irányítottak, annál is inkább, mert a mi falunkban is egy nagyon jó működő szövetkezet, termelőszövetkezet tevékenykedett, és hát abban látták a szüleim és a nagyszüleim is a jövőt, annak ellenére, hogy ugye nem akartak belépni a termelőszövetkezetbe természetesen, amikor 59-ben megalkult, de a 70-es évek elején, vagyis 60-as évek végén már ugye egy jól működő szövetkezet volt a falunkban, és hát én így kerültem kapcsolatba tulajdonképpen a mezőgazdasággal, már gyermekkoromban is, ugye szüleim háztáiban gazdálkodtak, azért volt mindig szarvasmarha, sertés, nyulakkal foglalkoztak, sőt, apai nagyapám méhészkedett is, tehát én a mezőgazdaságban nőttem föl tulajdonképpen, és hát 4. osztályos voltam általános iskolában, 10 éves koromban kerültem kapcsolatba a honismerettel, a helytörténettel, szemben lakott velünk dr. Belányi Walterné, állatorvos volt a férje, a Mária néni, aki az általános iskolába vezette a honismereti szakkört. És hát én szóltam neki, hogy Mária néni, én szeretnék ide járni ebbe a szakkörbe, és hát ő mondta, hogy Imikém, mert ugye így hívott Imikém, te még kicsi vagy ahhoz, majd talán jövőre, ha 5. osztályos leszel. És hát addig könyörögtem neki, amíg kötélnek át, és én a 4. osztályos koromban elkezdtem ezt a munkát, és mondta is többször, hogy nem bánta meg, hogy engem befogadott, mert eléggé oszlopos tagjává váltam az akkori honismereti szakkörnek. Hát itt kezdődött az én helytörténeti honismereti munkám, és hát középiskolában ugyanúgy folytattam, ott is volt honismereti szakkör, Takás Gyula történelem tanárom volt a vezetője, aki azt mondta, tudod Imre, azt mondja, ebben az osztályban te tudod legjobban a történelmet, de neked is csak 4-est adok, nehogy elbízd magad. Tehát jó, hát mezőgazdasági iskola volt, nem is történészeket akartak ott képezni tulajdonképpen. Tehát ott is tagja voltam én a szakkörnek, és jártunk vidékre, falvakba, környező falvakba gyűjteni néprajzi tárgyakat, és még népdalokat is gyűjtöttünk meg verseket, régi verseket, amik ilyen népi eredetű versek voltak, népi hagyományokra épülő
versek, tehát így kerültem én kapcsolatba tulajdonképpen a helytörténettel, honismerettel. Most ugye, mint említettük, hogy Fekete István falujában születtem, és hát mindig azt szoktam mondani, hogy Fekete Istvánnak köszönhetek én mindent, tulajdonképpen az összes elismerésemet, kitüntetésemet, mert mint agrármérnök, mint agrár szakember, hiába voltam én 25 évig növényvédelmi felügyelő, egyetlen egy kitüntetést, elismerést nem kaptam, pedig lelkiismeretesen, becsületesen végeztem ott is a munkámat. Na, ezt csak úgy zárójelben jegyeztem meg, tehát így kezdődött az én helytörténeti, honismereti munkám, és hát Fekete István, ha nem a mi falunkban születik, akkor valószínűleg most nem ülünk itt. Ezt mindig meg szoktam jegyezni. Köszönöm akkor. Tehát akkor én először mégiscsak az eredeti szakképesítésed mentén haladnék, hogy amikor Dombóvárra kerültél, és itt a dombóvári körzetben ugye növényvédelmi felügyelőként dolgoztál, mint említetted, akkor vagy közben megalakult a Kertbarátok Egyesülete, amelyben több mint 30 évig tevékenykedtél. Erről milyen emlékeid vannak erről a munkáról? Hát, mint említetted, ugye 79-ben nősültem, ugye akkor vettem feleségül Liviát, a jelenleg, és reméljük, hogy örök kitartó feleségemet, és hát először itt laktunk a népköztársaságot, hát én úgy hívom népköztársaságot, nem is tudom most, hogy hívják, népköztársaság után aztán kiköltöztünk a Kertvárosba, 83-ba, és hát 84-ben lettem én növényvédelmi felügyelő, és akkor ismerkedtem meg a Simon bácsival, az éles Simon bácsival, aki a Kertbarátkörnek az alapító elnöke volt, ugye 73-ban alakult a Kertbarátkör, hát a Kertbarát Egyesület most, de akkor Kertbarátkörnek hívtuk, és hát ő vitt engem bele ebbe a munkába, és hát ő vitt el az első borversenyre, és utána vagy 25-nek a szervezésében vettem részt, csak Dombóváron. Hát mai napig is járok vidékre, itt van a Naki polgármester úr, ugye ő tudja, hogy minden évben megyek Naki borversenyre, Gyulaira, aztán a Zoli meg szokott hívni, most lesz majd a jövő héten a vasúti borverseny, tehát mai napig is szívesen megyek ezekre a rendezvényekre. És tulajdonképpen mondom, a Simon bácsinak köszönhetek én ilyen szempontból mindent, és hát vele nagyon jó barátságban voltam, sajnos ugye pár évvel ezelőtt elvesztettük, igaz, hogy elég magas kort élt meg, de mindenképpen veszteség a Kertbarátkör, vagy Kertbarát Egyesület tagjainak is. És hát még visszamennék, ugye már én Atalába kezdtem, ugye, hát Göllébe kezdtem a pályafutásomat először is, a mezőgazdasági, ha már visszakanyarodunk, és akkor jelentkeztem ugye érettség után az Agrártudományi Egyetemre, Keszthelyre, és hát így írták, hogy helyhiány miatt nem jutottam be, és akkor egy évig dolgoztam a Göllei BK Termelő Szövetkezetben. Következő évben aztán próbálkoztam megint jelentkeztem is a Keszthelyre, de a növényvédelmi üzemmérnöki karra vettek föl, és 76-ban fejeztem be a tanulmányomat, akkor visszakerültem megint a szülőfalumba, ott dolgoztam, és akkor bevonultam katonának a Kaposvárra, és mint katona kezdtem el tulajdonképpen a Göllel község krónikája című könyvemnek a megírását, és hát utána kerültem, ugye, amit már említettünk, Dombóvárra, ide a növényvédelmi felügyelőnek, de hát most nem akarok politikával foglalkozni, de ezt azért meg kell említenem, hogy ugye Atalában erőltették, hogy lépjek be a Magyar Szocialista Munkáspártba, és hát én ebben nem voltam partner, vagy hát nem szerettem volna belépni. Meg is jegyezte az egyik, Kovács Sándornak hívják, Sanyi bácsi, aki most Csomába él, meg is jegyezte a pártgyűlésen, hogy a Bodó Imrét nem fogjátok beléptetni, mert ő a Világos Időn kanonoknak a tanítványa. Ezzel le is zárult a gyűlés, engem többet nem próbáltak elültetni. Hát azért éreztették velem, hogy nem, vagyis akkor
a főagronomusunk, a Igali József volt a főagronomusunk, sajnos már ő sem él. A Jóska bátyám, a Szakcsi Sebesi Jóska bácsival, meg Bölcskén a Hilbert Ádámmal, meg a Hulbert Ádám, nem is Hilbert Ádám, meg a Sáringer, a bankos volt Szekszáron, tehát voltak vagy 8-an a megyében, akik Gödöllőn végeztek, és minden évben valahol találkoztak, ilyen kis évfolyam találkozót tartottak, és hát a dr. Nagy Elemér, a növényvédelmes akkor igazgatója, a jóisten akaratából talán mellém ült, és ő fűzött meg engem, hogy hát hagyjam itt a TSZ-t, és hát vállaljam el a növényvédelmi felügyelői munkát. És akkor mondtam neki, Elemér bátyám, gondolkodom rajta, de egy kérésem van, hogy a pártitkárodnak légy szíves megmondani, hogy igen, ne erőltessen a pártba, mert nem szeretném magam át elkötelezni. És így is történt, nekem soha 25 év alatt, hát ugye utána már rendszerváltás is volt közben, soha nem mondta senki, hogy meg kell lépnem akármelyik pártba is. Köszönöm. Hát mégiscsak lenne itt ezen a területen is mesélni való, azt gondolom, bár hát szeretted volna ejteni ezt az agrárvonalat, csak a helytörténetre szorítkozni, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan Dombóváron pontosan a kertbarát körben végzett tevékenységedből ismernek, vagy onnan is ismernek. Hát 1987 azért érintettük, ha nem is mondtuk ki ezt az évszámot, nagyon jelentős év, és akkor most már szépen arra szólunk a helytörténeti munka irányába, hiszen ebben az évben jelent meg az a bizonyos Gölléről szóló krónika, illetve ebben az évben történt meg a múzeum, a Göllei Fekete István Múzeum alapítása is, amelyben megint azt kell mondani, hogy már dombóvári lévén azért jelentős szerepet vállaltál ebben a munkában. Ez most már egészen fényes, azt gondolom, ez az út, amely akkor indult. Tehát már úgy gondolom, hogy ez a Göllei Fekete István emlékház. Mesélj nekünk, légy szíves, erről, hogy ez honnan indult, hogy kezdődött. Én azt gondolom, hogy ez lehet egy ötlet, de mire ebből valóság lesz, az egyrészt egy csomó bürokrácia, egy csomó utánajárás, tehát nem ilyen egyszerű, mint ahogy mi ezt is kívülről elképzeljük. Tehát valóban 1987. augusztus 20-án avattuk a Göllei szülőházat emlékházzá, ami ugye akkor egy kis teremből állt, most jelen pillanatban is 4 teremből áll, ugye 3 éve lett felújítva. Hát ott annyi volt a szerepem csupán, hogy ugye említést tettél a kiadványról, a Gölle Község Krónikája című könyvről. Hát abban én egy fejezetet szenteltem Fekete István írónak, és ugye ehhez föl kellett vennem a kapcsolatot az özvegyel, Piller Edittel, akivel aztán 18 évig leveleztünk, meg hát nagyon sokszor meglátogattam az Edittinét. És hát tulajdonképpen ugye én ismertem a Göllei falu vezetésén kívül az utat az Edit nénihöz, és hát mikor engem meglátott, hogy a Gölleiekkel fölmentünk, akkor még tanácselnök volt, tanácselnök, pártitkár, áfészelnök, tehát a falunak a iskolaigazgató, tehát a falunak a vezetőivel mentünk föl, és hát az Edit néni nem zárkozott el szerencsére ez elől a dolog elől, és hát támogatta ezt az ügyet, nagyon sok mindent adott községnek, könyveket, fényképeket, eredeti dokumentumokat, a Ballag Ujdi címéletrajzi rágén kézirata ott van Göllében, 2 kötetben. És hát tulajdonképpen akkor 87. augusztus 20-án nyitottuk meg. Hát ugye ez mindig is ez az épület, mindig is pedagógus lakás volt, és hát ezt ki kellett váltani. Hát mit ad Isten, a pártitkár lakott bán, hát elég nehéz volt kitenni, de meg rá tudtuk beszélni, és hát így kapott egy másik lakást, és így szabadult föl ez az épület, ami most már teljes egészében hát ezt a célt szolgálja. Egyébként ez a kis falu, ugye most durván 1000 lélek, 16 millió forintot költött ennek a háznak a külső-belső felújítására 3 évvel ezelőtt. Úgyhogy hát én akkor örültem neki, hogy ez elkészült, megvalósulhatott. Hát azóta aztán
ha már Görlinél vagyunk, nem haragszol, hogyha elmondom, hogy azóta már van egy Csunka Sándor festőművész barátunknak egy állandó kiállítása, egy képtára a volt könyvtár épületében, aztán egy bélyeges téglagyűjtemény Őri Nándor barátunknak a Jó volt tábor, aki az Országos Bélyeges Téglagyűjtő Egyesületnek oszlopos tagja is, hát Felvidékről, tehát Dél-Szlovákiából, illetve Erdélyből is vannak ott kiállítva téglák, vagy 800-850 darab tégla. Aztán most épp amikor tartottam ott a Görlében az előadást most februárban az író születésének 100. évfordulója, illetve ugye sajnos a halálának is a 45 éves évfordulója lesz, és akkor örömmel újságolta a polgármester úr Kovács Ernő, hogy megvásárolt egy parasztházat, tehát lesz egy néprajzi gyűjteménye is a falunak, hát itt is lesz dolgom, mert nekem is rengeteg néprajzi tárgyam van, amit odaszánok. És ezeket hogy lehet látogatni, ezeket az emlékházat? Tehát állandó nyitvatartás, vagy valakit fel kell... A Fekete István emlékháznak van gondnoka, Deresné Erzsike, őt, hát most a telefonszámát nem tudom fejből, de meg lehet keresni. A többit pedig az önkormányzathoz kell bejelentkezni, és akkor ott valamelyik munkatárs megmutatja, mert képtár az ott van a szomszédban, a bélyeges téglagyűjtemény meg az iskolánál van, tehát ott meg az iskolai igazgatót kell keresni, tehát mindegyiket egyébként látogatják, de természetesen legtöbbet ugye a Fekete István emlékházat, főleg mióta ugye a 2004-ben megtörtént az újratemetésük, a Farkasi temetőből hazaszállítottuk a földi maradványaikat, és megtörtént az újratemetés, mintegy 3-3,5 ezer ember jelenlétében, és hát azóta rengetegen jönnek Fekete István sírjához is, meg hát a szülőházba is látogatóként. Megjegyezném még azt, hogy Budapesten, amikor 1970-ben meghalt a Pista bácsi, 350-en kísérték utolsó útjára. Szégyen egyébként, de sajnos hát megtörtént. Ez tényleg döbbenetes. Rá fogunk majd térni, illetve gondolom Imre majd említeni fogja a különböző publikációit, hiszen számtalan szakfolyóiratban, egyéb újságban fellelhetők az írásai, és ott a neve előtt ott szerepel az F betű, amelyről ugye hát sokan sokfélét gondoltunk. Most azt szeretném megkérdezni, hogy mi ez az F betű, és kizárólag a publikációid előtt olvasható, mert a hétköznapi életben úgy tudom, hogy ez nem szerepel a Igen. neved előtt. Na most hát azt tudni kell, ugye, hogy hát a legelső kérdésük, ahogy jönnek hozzám a Dombóvári Fekete István Múzeumból, ugyanez a kérdésük, hogy mit jelent ez az F betű, talán Fekete Istvánra utal, hogy fekete, mondom, nem, semmi köze nincs az íróhoz. Most hát megint ugye a szülőfaluhoz kell visszakanyarodni. 1688-ban már az én őseim ott éltek Görlében, és hát a későbbiekben ugye az apai szépapámnak, tehát volt egy olajütő malma, olajütő, elsősorban tök magolajat, aztán később napraforgó olajat állítottak ott elő, és ő neki Földi Bodó Ferenc volt a neve, így szerepel a földkönyvben, és én írtam egy cikket, mikor 95. születésnapja volt a Pista bácsinak a Magyar Mezőgazdaság számára, és ebben a Magyar Mezőgazdaságban megjelent dr. Bodó Imrének, az Állatorvos Tudományi Egyetem professzorának, aki szintén sokat publikál, mai napig is élő szeméről van szó, és az ő honoráriumát küldték el nekem. Pestről, és akkor visszahívtam őket, hogy nekem ennyi pénz nem jár, itt valami tévedés van, nézzenek már utána, és valami 6 vagy 800 000 forintot küldtek, hát abban az időben az elég nagy pénz volt, nekem meg olyan 1500 forint körüli összeg járt, és akkor valóban vissza is küldtem a pénzt, ők meg küldték a másik felé, hát a nekem járó összeget, és hát megkért a hölgy, akivel beszéltem, hogy valahogy különböztessem meg magamat. Hát mondom, írjanak elé egy F betűt, úgyis már szándékoztam, mint írói nevet használni, már ugye hivatalosan nem vettem föl ezt a nevet, és akkor így ezt az előnevet
ráutal az átbetű, tehát a Földi Bodó Ferenc szép nagyapámra utal ez az átbetű, és akkor így használom is most egyre többet így, amikor publikálok, de hivatalosan nem vettem föl. Hát úgy olvastam, hogy több mint 1300 írásod jelent meg, meg legalább 12 antológiában olvashatók az írásaid. Hoztál is párat közülük, hogy mutassunk már meg. Természetesen hát a leggyakrabban a Fekete István az Egyesület emlékkönyvében, amelyet teljes egészében Imre ír, és a legutolsó... Nem írom. Szerkeszted, így van. A legutolsó a 2013-as, most készül úgy tudom a 14-es évnek itt a kézirat a táskában. Krónikája, amelyben hát számtalan levelezés, vagy levélmásolat, bejegyzések az vendégkönyvben, az eseményekről különböző tudósítások olvashatóak, és hát aki ellátogat nyilván a múzeumban, az megvásárolhatja ezeket. Önköltségi áron. És ezen kívül a Honismeret nevű folyóirat még az, amelyben gyakran találkozunk, az új tanú, ennek elnökségi vagy ennek szerkesztőségi kuratóriumi tagja is Imre. Aztán a Dombóvár és környéke, aztán Spiritus. A Spiritus című újság az Új Emberben, a Somogyi Néplapnak tudósítója is voltál, ha jól tudom, meg a Tolna megyei Népújságnak is. Úgyhogy igazán az írói tevékenysége is rendkívül ilyen sokrétű, és hát említésre méltó mindenképpen. Hát, ha már itt Gölle szóba került, és hát azt gondolom, hogy lassan csak a göllei, hát a révén ugye Fekete István felé araszolgatunk, szeretnék egy Fekete István idézetet felolvasni, amelyet valójában összekötésül szánok Bodó Imre és Fekete István között. Így szól a Fekete István sorai. Ma mélyen magamban nézek, szeretetem határtalan határát egyetlen szó fejezi ki. Egyetlen régi-régi szó, amiben élők és holtak benne voltak, s ez az érthetetlen, de nekem mindent jelentő szó mondta ki, hogy Gölle. Tehát az a tényleg ezer lelkes falu valahogy nem csak Fekete Istvánnak, vagy nem csak neked, és nem csak Fekete Istvánnak, és fordítva, hanem most már azt gondolom a kulturális közéletben is egy nagyon jelentős település. Fekete Istvánnak volt egyébként köze Dombóvárhoz, vagy valamilyen Igen. kötődése? Természetesen, hát azért is van a múzeum azért itt is van a múzeum Dombóváron is, mert az édesapja, Fekete Árpád, néhai göllei kantortanító itt született, a Dombóvár 12-es számú ház, ugye a Dombóvár akkor nem volt falu, 1863-ról beszélünk, akkor még nem volt város, falu volt, és még számozták a házakat, még nem nevezték el az utcákat, és ő itt született, a nagypapát Fekete Antalnak hívták, ő uradalmi építész volt itt az Eszerházi családnál, és itt is van eltemetve egyébként a György testvérével együtt, a György meg gazdatisz volt. Ők 10 voltak testvérek, és ebből két fiút tanítottak, ugye az Árpád kantortanító lett, Baján végezte el a kantortanító képzőt, és a György pedig gazdatisz volt. Ő egyébként itt Tolna megyébe Zombán tevékenykedett, de ő a Dőri birtokon szolgált. De mivel Dombóvár Dőri birtokközpont is volt, nem csak Eszterházi birtokközpont, idehozták eltemetni hűséges gazdatisztjüket, itt van, itt nyugszik a temetőbe. Tehát mikor én ezt megtudtam, hogy az Editnén írt egyik levelében, hogy Imrécske, úgy tudom, hogy az apusom Dombóváron született, nézd meg a plébánosnál, és akkor elmentem a Farkasdi apát úrhoz, és hát megkerestük, kérdezte a Bandi bácsi, hogy hát mikor született, hát mondom, nem tudom, nézzük 1860-tól, és akkor 63-nál megálltunk, és megtaláltuk. És akkor fogadtam meg, hogy akkor Dombóváron is legyen Fekete István emlékhely, mivel innét indult a család Göllébe, és ezért is csináltam meg én ezt a gyűjteményt. És ez 1995, ugye? 95. És valahol olvastam Imréről azt, hogy
hogy munkásságának, tehát saját tevékenységének legfontosabb területének ezt nevezi, és ezt szánja, és ezt tartja, hogy Fekete István életművét gondozhatja, és az ő népszerűsítésében és elismerésében, elismertségében hát munkálkodhat. Hát ennek az egyik jele a 95-ben létrejött Fekete István Múzeum. És hát megint azt kérdezem, hogy gondolom, hogy emögött is rengeteg munka van. Mesélj nekünk arról, hogy jött létre ez a magángyűjtemény. Vagy igen. 1994 karácsony másnapján írtam, szintén cikket írtam Fekete Istvánról, most nem tudom melyik újság, valószínűleg Somogyi Írlapban, vagy hát akkor még Somogyi Néplapon. És úgy elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne méltó emléket állítani Fekete Istvánnak Dombováron is. És befejeztem a cikket, föl is adtam, meg is jelent. És körülbelül 2-3 hónap múlva ez, hogy márciusban vagy április elején volt, mindig április első, vagy mindig, minden hónap első hétfőjén volt dekád értekezletünk Szekszárdon, és a szünetben oda jön hozzám a főkönyvelő asszony, Horváthné Gizike, hogy Imre, azt mondja, itt vannak ezek a nagy vitrinek, nem tudná őket Dombováron elhelyezni, mert azt mondja, a Wosinski Múzeumok nem kell, már túl nagyok. És akkor mondtam, Gizike, elvisszük minden. Akkor nekem már abban a pillanatban beugrott ez a dolog, hogy én milyen gondolkodtam, mit szeretnék csinálni, és a kis melléképületem így lett Fekete István Múzeum, hogy ezeket a vitrineket én megkaptam. Aztán a Farkas János igazgató úrral cseréltem 2 fekvő vitrinért, adtam 3 ilyen nagy vitrint, és többit pedig a Zrínyi iskolának, hogy oda jártak a gyerekeim, az András és az Ákos, és a somogyvári igazgatóról, ő is ugye Görlében született. Hát Szent Iván pusztán, de Görléhez tartozott, Görlében anyakönyvezték őt is, tehát régió barátságban voltam és vagyok is az igazgatóról, és hát ő segített, ugye a fuvar, a 2 nagy ifa hosszúplatós tárolatóval tudtuk elhozni ezeket a nagy vitrineket, és hát tulajdonképpen így kezdődött. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ezek nem véletlenek, ezek a dolgok, hogy pont engem szólított meg a Gizike, ez szerintem föntről jön. De meséld el, légy szíves, én már tudom azt a történetet, ahogy te egyáltalán Fekete Istvánnal, mint kisdiák, hát elkötelezted magad. Igen. Ennek is van egy története. Igen, 16 éves voltam, a másodikos középiskolás, amikor egy nyugdíjas tanáromtól megkaptam a címét, Fekete Istvánnak, a tárolatúti címét, Hausz Mihálynak hívják. Sajnos már régen meghalt. Együtt jártak egyébként Óváron, együtt fejezték be az akadémiát Pista bácsival. És ő adta meg a címét, és írtam neki levelet. És Fekete István válaszolt. 2 levelét, meg egy képeslapját őrzöm. És azt írta nekem, hogy 970 nyarán, amikor megjönnek a lányuktól Bregenzből, akkor nyáron fölkereshetem, és személyesen is megismerkedhetünk. Hát ugye mi osztályunk, hál' Istennek olyan osztályfőnökön volt dr. Bertalan Zoltán személyében, aki minden évben elvitt bennünket valahova. Voltunk az Adrián, aztán voltunk a Tátrában, voltunk Délvidéken, és hát éppen a horvát tengerparton nyaraltunk egy kempingben, sátortáborban voltunk tulajdonképpen, és jöttem haza, ugye Kaposváron leszálltam a vonatról, és még volt, akkor még Görlében éltem, volt a vonat, vagy a busz indulásáig, vagy fél órám, 3-4 órám, és a Színház parkba sétálgattam, és hát már előzőleg láttam, a vasútállomáson is kint volt a fekete zászló, aztán fönt a városházán, megyeházán, a templomokon, és akkor egy bácsitól kérdeztem, aki Színház parkba ült egy padon, hogy mi történt itthon, hát nem voltam itthon 10 napig, és mondja, hogy meghalt az én egyik legkedvesebb pajtásom, akivel együtt jártam a polgáriba, Fekete István író. Na ebben a pillanatban fogadtam én meg, hogy az ő emlékét fogom ápolni, ugyanis személyesen nem találkoztam vele,
és hát nem is tudtam szólni, még a nevét sem kérdeztem meg a bácsitól, annyira megdöbbentem ezen a dolgon, és én akkor megfogadtam, hogy az ő emlékét fogom ápolni, és hát így került ugye későbbiekben, miután leszereltem, az özvágyjal a kapcsolatfelvétel. Hát akivel nagyon jó, szinte azt lehet mondani, hogy rokoni viszonyba kerültünk, mert úgy tekintett ugye fia a Pista 56-ba, elkényszerült menekülni, már részt vett a szénatéri harcoknál a forradalomban, és mindig azt mondta nekem, Imrécske, te vagy az én második fiam. És hát tulajdonképpen így, hát neki sokat köszönhetek én is, meg sokat köszönhet a Gölle is, hogy nagyon sok mindent elajándékozott a múzeum javára. Csak a lányát szeretném mutatni, ja, hogy igen, Editke. Editke, ő apácaként ment ki. Ő 1949-ben, amikor a rendeket feloszlatták, itt hagyta az országot, és Bregenzben hunyt el. 2013-ban, most lesz két év, vagy elmúlt két éve, már februárban halt meg. És hát őt is ismertem személyesen is, ugyanis ott volt Göllében az újratemetésen, és ott volt az édesanyja temetésén 1997-ben a Farkasréti temetőben, amikor először temettük az édesanyját. Egy nagyon barátságos, nagyon kedves hölgy. A 6. János Pál pápa, ugye diákai sokszor elvitte, ő egy Leány gimnázium igazgatójaként tevékenykedett, onnét meg nyugdíjba 1995-ben, és elvitte végzős diákait, mindig elvitte Rómába. És a 6. János pápa úgy hívta a magyar apáca. Magyar apáca. Tehát ismerte az Editkét, és hát sajnos őt elvesztettük elég korán. Kapott egy szomnyaktörést, és utána már egyre rosszabbodott az állapot, és egy év múlva meg is halt szegény. A Pistát ugye említettem, ő 56-ban ment ki, ő egyébként szintén agrár pályán indult el Gödöllőn, de miután részt vett a forradalomban, először is kirúgták onnét, másodszor pedig el kellett hagyni az országot, mert ő először Kanadába ment, ott elvégzett egy főiskolát, és utána települt át az Egyesült Államokba. Jelenleg Chicagóban él, tavaly októberben voltak itt a feleségével, Mártival, aki szintén magyar, és hát ő pedagógusként ment nyugdíjba, és hát most másodszor volt itt a felesége, de a Pista már 10-szer volt itt, úgyhogy... Hát ezekről számtalan fotó tanúskodik, egyrészt az évkönyvekben, másrészt a múzeumban is láthatóak. Fekete István özvegyével is számtalan kép, meg a különböző említett események, az újratemetés, az emlékszoba megnyitásáról is. De azért én szeretném azt remélni, hogy az itt ülők nagy többsége járt már a Fekete István emlékmúzeumban itt Dombóváron, de ha nem, akkor mutasd már be, hogy légy szíves, hogy milyen dokumentumok találhatóak itt, milyen emléktárgyak találhatók így, hiszen úgy tudom, hogy van egy ilyen múzeumi bemutató füzetke is, amely szintén kapható a múzeumban, és amely egyrészt Fekete István életútját is, meg az ott látható dokumentumokat is részletezi. Tehát a Tájakkorok Múzeum füzetről van szó, hát most abból éppen nem hoztam, de abban röviden ugye minden bent van, amit az íróról tudni kell. Hát bent van az életrajza, bent van a múzeumnak a története, és hát bent van felsorolás szerűen az összes megjelent könyve, mikor melyik kiadónál, hányban, melyik évben jelent meg. Na most hát természetesen ugye sokan azt gondolják, hogy hát bóvli dolgok vannak ott, meg fénymásolatok, meg stb. És amikor ugye kisebb csoportok vagy családok jönnek, akkor megmutatom az eredeti elemi iskolai bizonyítványát, az érettségi bizonyítványát, aztán a felsőkereskedelmi iskolai bizonyítványát, vagy a születésanyakönyvé kivonatot eredetiben, vagy a házassági anyakönyvé kivonatot, hogy Bakócán kötötták házasságot 1929. december 12-én.
Tehát amikor ezeket én megmutatom, vagy a húnak a teljes kéziratát, vagy előveszem a többi kéziratait, az Amnestia című kézirata kötetet, vagy a Végtelen út a vadásztörténetének a kéziratait, vagy az Akácfa című elbeszélésének a kéziratát, ugye rengeteg verset is írt, 168-ról tudunk eddig, de több verset írt, mert nagyon sok barátjának a könyvbe dedikáció helyett verset, egy-egy versszakot vagy kettőt írt, és ezekről nem mindről tudunk. De 168 vers az megjelent már. Most nálam megint előjött 3 vers a Csermely hagyatékból, ami sehol nem jelent még meg. Tehát nagyon sok, aztán nálam van a pipája, az utolsó toll, amivel írt, azt az Edithnél kaptam ajándékba, aztán ceruzái vannak nálam, vonalzója, füzetei, munkafüzetei. És bútorok is. Tehát az íróasztal, a székkel, telefon, a lámpa, a rádió, agancsok vannak nálam, nagy agancs, kis agancsok, őzagancsok, tehát ami preparált madarak, vércse, szürdolmányos horjú, tehát ami az ő személye, vadkacsa, ami az ő személyes tulajdona volt, és ezek mind a Napoliába voltak kiállítva, és hát onnét kerültek hozzám. Ugyanis azt tudni kell, mikor az Edith néni 97-ben elhunyt, 98-ban a család úgy döntött, hogy a nagy 200 négyzetméteres lakást elcserélik egy kisebbre, és ami fölöslegesé vált, bútor használati tárgya szétosztásra került, tehát ott a kukába, úgy mondjam, az utcára nem került semmi, mert arról gondoskodtunk, hogy ilyen vád ne érje a családot, inkább elhoztuk, és akkor hoztam el, ami most köllébe is került, bútor, egy ülőgarnitúra, kanapéval, azt oda ajándékoztam. Először ide a Dombóvári Egyházközségnek a közösségi házának, de amikor ugye Rustás atyát elhelyezték, akkor a kutas plébános úr azt mondta, hogy neki ez nem kell, és akkor elvittük Göllébe, úgyhogy most ott látható Göllébe, a felújított terembe. Hát szerintem ott a helye, nem? Igen, tehát nem bóli dolgok vannak, rengeteg dedikált könyvem van, aztán számtalan fényképem, aztán festmények, ugye Csonka Sándor barátunknak a festőművész úrnak a képei, aztán a Gulyás József festőnek, tehát a dombovári képzőművészeknek a képei, Ambrus Sándornak a plakettje, aztán ő neki az a nagy grafikája, ami nagyon szép kép, mindenkinek tetszik, ez egy szimbolikus kép, ugye az utcai fákból nő ki és telepszik rá a szülőfalujára, tehát nagyon gyönyörűen átalált a Sanyi barátunk. Tehát ezek díszítik a falakat, aztán látunk Göllei szőttest, ugye az asztalterítőként is egy szőttest látunk, tehát nem búvli dolgok vannak ott kiállítva, ugye, mint sokan gondolják, hogy hát nem is érdemes oda eljönni. Aztán ugye, mikor megnyitottuk 1995-ben, akkor nekem nem sok mindenem volt, ezért elmentem az állattárba segítséget kérni, és a nagy vitrinek meg vannak töltve madarakkal, gólya van, fecske van, ugye van, aki nem is látott gólyát olyan közelről, mint ami nálam látható, vagy fecskét, vagy éppen rókát, vagy vidrát, tehát ezek mind ott ki vannak állítva. Mind az állatregény. Na most azt tudni kell, hogy 2001-ben megörököltem a Csermelyné féle hagyatékot. Őt nem kerülhetem meg, már a Csermely Ottóné szintén 8 éven keresztül, 62-től 970-ig levelezett az íróval, és a fia, Csermely Zoltán, aki Veszprémben él, ott vegyészmérnök volt, most van nyugdíjas. Az Zoltán jelezte nekem, hogy az édesanyja halál előtt végrendelkezett, és meghagyta, hogy az ő gyűjteményét rám hagyja. És akkor hát csodálkoztam, hogy hát miért rám gondolt, és azt mondta az Zoltán, mert te 2 szobrot állítottál az írónak 2 éven belül, te jobban szeretted szereted az írót, mint édesanyám, és ezért gondolta rád. Hát a Zajkai Városi Múzeum, meg a Zajkai Fekete István Irodalmi Társaság vezetése meg is haragudott rám, azt hitték, hogy én csaltam el ezt a gyűjteményt, pedig nem igaz, nem az én ötletem volt, meg nem is álmomban sem mertem arra gondolni, hogy ez az enyém lesz, és hát azóta hála Istennek szent a béke, de hát nagyon sok minden kerül elő ebből a Csermely hagyatékból, hát még kellene nekem 20-30 évig élni ahhoz, hogy ez feldolgozásra kerüljön.
És hál' Istennek az a hölgy, a levelekből ítél, mert 172 levelet írt az író ennek a hölgynek. Ezekből a levelekből kiderül az, hogy jó irányba terelte Pista bácsit, mert kritikusa volt, de mondom, jó indulatú kritikusa volt, és nagyon sok mindent megtudni ezekből a levelekből a kettő kapcsolatáról. Egyébként is azt tapasztaltam, itt az évkönyvet nézegetve, meg amúgy is az Imrénél járva, hogy hihetetlen levelezést folytat, tehát olyan kiterjedt levelezés jellemez, vagy munka van mögötted, hogy azt kérdeztem, hogy hány órából áll egy napod, mert csak a köszönőlevelek, csak a meghívók, csak a különböző eseményekre való reagálás is szerintem órákat veszel egy napból, nem? Egyébként itt számtalan levél másolata olvasható ezekben az évkönyvekben, megdöbbentő személyiségekkel is. Ma is kaptam egy telefont, hogy holnap délután menjek Nagybárkibe az iskolába előadást tartani, hát mondom, ez nem így működik, azért ennyire nem vagyok szabad, hogy legalább egy 3-4 nappal előbb értesítsenek, ha ilyen dolog van, mert hát ugye ott a szöllőm is, tehát arról még nem is beszéltünk, tehát azért nekem más elfoglaltságom is van. De hát ahova hívnak, én szívesen elmegyek, és természetesen tartok előadást Fekete Istvánról. A levelezésekről meg annyit, hogy hát most kiterjedtebb levelezést folytatok, annál is inkább, mert most már harmadik éve lesz, hogy gyűjtöm a Göllei Kiki Csoda című életrajzi lexikonhoz az adatokat. Hát itt is megdöbbentő. Megdöbbentő adatokra bukkantam, már nem csak Fekete István született Göllébe, Rácvali, ugye? Mindenki Göllébe. Nem mindenki, de sok mindenki ott született. Aztán az a Hónig Miksa, aki Dombováról származtak oda, ott volt egy szatós botjuk, izraelita származású volt, Hajdú Miklós, ugye a könyvtár falán avattunk is egy emléktáblát, 1879-ben született Göllébe, és neki egy emléktával adóztunk. Egyébként 14 lapnak volt a szerkesztője, vagy főszerkesztője Budapesten, tehát nem akárki volt. Könyvet is írt, egyébként Dombováról is írt könyvet. Már később a Dombovára visszajöttek a szülei, meg ő is ide, itt tanult, valószínű, ide jött vissza. Aztán Göllébe született Göllei Inzelt István. Ő pedig Hortinak volt a vezérkari tisztje, szintén izraelita, tehát nem. És az ő életrajzából tudom, meg az internetről, hogy a Ludovika Akadémiának a tanulóinak a 40%-a izraelita volt. És azt is megtudtam, hogy Horti Miklós kormányzó minden délután izraelita bankárokkal kártyázott. Tehát azért annyira nem volt antiszemita, nem akarok politizálni, mondom. Na mindegy, nem megyünk bele ezekbe a dolgokba. Tehát én olyan neveket találtam, aztán találtam egy Göllei Tolnai Ferencet, legelső adatom. Pontosan nem tudom, mikor született, 1630-as években született. Annyit tudok, hogy Heidelbergben tanult, és történész lett, és megírta Magyarország történetét német nyelven. És most a H. Kakucska Mária professzor asszonnyal levelezgetek, és ő ígérte, hogy most kimegy majd az idén Németországba, akkor utána néz pontosan a születési, meg még a halála éve sincs meg pontosan. Tehát ő volt az első, aki valószínű egy református, vagy lelkész, vagy református tanítónak a gyermeke lehetett, ugyanis Göllel is áttért ugye a török alatt a református vallása, akárcsak Dombóvá. És ugye a török a más vallásokkal szimpatizált, és engedte, hogy használhassák vagy gyakorolják a hitüket. Egyedül a katolikusokat nem szerették, a törökök, tudjuk. És tehát azt szerettem volna ezzel illusztrálni, hogy nagyon sokféle, aztán három geológus született Göllébe, mind a három elég magas pozíciót ért el. Deres Feri bátyánk például Franciaországban lett az ottani minisztériumnak egy oszlopos
főosztályvezetője vagy államtitkára volt, most nem is tudom hirtelen. Tehát csak geológus született három, rengeteg orvos, körülbelül 300 értelmiségi adott ez a kis falu az országnak, illetve a nagyvilágnak. És azt lehet tudni, hogy Göllen mikor volt a legnépesebb település? Tehát mikor laktak legtöbben? Hát 1940-es években 2800 lélek lakta, természetesen hozzátartoztak a puszták, ugye a tanyák, ugye Szent Péter, Szent Iván, Síva, Alsóhetény, Felsőhetény, ezek mind Gölléhoz tartoztak, ezekkel együtt, de a 62-ben például akkor is 1600 lakója volt a falunak, most meg hát nem biztos, hogy van 1000, Robi, mi a vélemény, Irán pusztával együtt talán van 1000, nincs annyi sem a 900 körül. Azért mondom, hogy sajnos. Akkor visszatérve a Fekete István Múzeumra, a múzeumhoz még egyéb tevékenységek is kapcsolódnak, tehát nem csak maga a kiállítótér, meg a fogadótér jellemzi, hanem van egy kulturális egyesület is, amely működik a múzeum közegében, és úgy tudom, hogy tehát róluk is és az ő tevékenységükről is beszámol a mindig megjelenő évkönyv. Hogy alakult ez az egyesület? Ez érdekelne még engem? Ugye 96-ra datáljuk ezt a... Igen, 96. december 10-én alakultunk, 21 fő alapító taggal, hát ebben voltak ugye pedagógusok, aztán a Hilbert János bácsi, mint a Kaposszágcső, akkor még termelőszövetkeznek a főkönyvelője. Volt egy pár ilyen barátom, aki ösztönzésére, meg hát jó magam is szerettem is volna, hogyha lenne egy kulturális egyesületünk, vagy valami civil szervezetünk, mert hát az ő emlékét azért hát így könnyebb ápolni. Alá is inkább, mert mindig is a szívem csücske volt az, hogy a gyerekek olvasóval nevelésére valamit tegyünk, hogy azért is írjuk ki minden évben a rajz és irodalmi pályázatunkat. Következő kérdés. Igen, és ezért is írjuk ki, mert ugye nehéz a gyerekeket a számítógép elől elcsolni, és hát ha elolvassák a kötelező olvasmányt, a VUK-ot, vagy éppen az ajánlottat később 5. 6. osztályban a Tüskevárat, akkor meg amit kapnak ajándékba, akkor már valamit elértünk az olvasó nevelés területén. Tavaly egyébként 63 gyereket jutalmaztunk, most szorozzák be ezt a 63-at, 2200 forint volt tavaly a legolcsóbb Fekete István könyv, de ennél drágábbat is vásároltunk. Ez már egy horribilis összeg, amit erre célra fordít az egyesületünk, és hál' Istennek támogat bennünket a város is, aztán több intézmény, kulturális intézmény és budapesti minisztérium is támogat bennünket, úgyhogy hát próbáljuk ezt megtartani, ezt a hagyományt. Most a 18. rajzpályátunk eredményhirdetése lesz majd május végén. De úgy tudom, hogy a díjnyertes rajzokból is szoktatok kiállítani ott a múzeum területén. Múzeumban is ki vannak állítva, igen, meg itt a művelődés, vagyis hát a könyvtárban, ugye itt szoktuk tartani a rajzpályát eredményhirdetését, és itt több hétig ki van állítva, illetve hát a civil fesztiválon minden évben szerepelünk, ugye vitrinekkel az évkönyveink ki vannak állítva, és a legeredményesebben szereplő diákoknak a rajzait kitesszük. Egyébként annyira színvonalasak ezek a rajzpályátok, hogy olyan nehéz a zsűri döntése, hogy fáj a szívünk sokszor, hogy még legalább 4-5 vagy 10 gyereket lehetne jutalmazni, de hát sajnos az anyagi lehetőségek megszabottak. Na most még az évkönyvről annyit, ez is minden évben megjelenik, és most szerkeztem a 18-at, és hát most már úgy nagyjából készen van, csak ki kell javítani, és utána mehet majd a nyomdába, és hát ez a két rendezvény, a közülésünk és az évkönyvünknek a bemutatása, kiosztása a közülésen fog megtörténni. Na most azt tudni kell, hogy aki ugye tagunk és kifizeti a tagdíját, őnek ingyen megküldi az egyesület, az évkönyvet, az legyen debreceni lakos vagy szombathelyi, tehát az ország minden részéből vannak tagjaink, több mint 280 tagunk van, de természetesen a legtöbb tagunk Dombóváról van. És miben áll ez a tagság, vagy hogy lehet taggá lenni? Hát, ha lesz itt egy-két. Hát én most belépési nyilatkozatot nem hoztam, de be lehet lépni.
Most pontosan nem is tudom, mennyit, azt hiszem 2000 forint a tagdíjunk éves viszonylatban, vagy 2500, most nem tudom pontosan megmondani. Annyi a tagdíjunk, és ezért, mint említettem, aki vidéki és nem tud eljönni a közgyűlésre, elküldjük postán az évkönyvet azoknak a tagoknak, illetve hát a helyi tagjaink, vagy itt a környékbeli tagjaink, akik eljönnek a közgyűlésre, ők személyesen átveszik ezeket a könyveket, hogy nekik már nem kell posta költséget felszámolnunk. Tehát ez is vágyam volt, mint elnöknek, mint alapító elnöknek, hogy maradjon meg ugye az utókornak a tevékenységünk. Nagyon sok információt, amit mondtál is a bevezetőben, ugye válogatás a múzeum vendégkönyvéből, onnét is van egy fejezet, ugye aztán a hírek események rovat, ami megemlékezik olyan akár dombóvári vagy környéki rendezvényekről, ami esetleg nem jut el a sajtóba, vagy a televíziók nem tudnak oda menni, tudósítást adni róla. Tehát ezeket megörökítjük az utókor számára, és éppen a múltkor számoltam össze, eddig 4000 oldalnyi anyag van, tehát ezeket valaki elolvassa mind, egy darabig elszórakozhat vele. Hát azt gondolom, hogy Imre is említettem, hogy hát nem az agrár tevékenységért kapta a legtöbb, vagy hogy egyetlen elismerést sem, hanem ezekért a munkákért, amelyeket tényleg csak érintettünk, mert én még szívesen megkérdeztem volna a 14 községet, amelynek a harang szava, vagy a harang hangja bekerült a Kossuth Rádióba, és állítólag abban is részt vettél, igen, vagy abban is. Na hát akkor egy mondatot azért erről is mondok. Igen, hát hogy sajnos szegény Ágoston Pista, igen, szegény Ágoston Pista bácsi, ugye meg a, vagy Pista meg a hirtelen akartam mondani, rádióban mondott a, igen, én is, Bőzsöny Feri bácsi, meglátogatták a múzeumot, ugye a Farkasdi Bandi bácsival egyetemben, és én akkor ismerkedtem meg az Ágoston István szerkesztő úr, sajnos meghalt, a 2-3 éve, és a Pistának az utódjával is megismerkedtem, hát mit ad Isten a Pista temetése után. És tartottuk a kapcsolatot, ugye utána vettük föl már a Pista halála után Hőgyész Tevelnek a harangszavát, és most beszéltem velük nemrégen, Szaks következik, Szaksnak még nincs. Ők lesznek a 15-ek. Igen. Tehát a díjakról és az elismerésekről feltétlenül kellene szólnunk, hiszen egy hihetetlen lista az, amely árulkodik arról, hogy azért több kulturális egyesület, kulturális tárca, városok, községek értékelik azt a tevékenységet, amit Bodó Imre végez. Én is csak mazsolázok, és hoztunk is párat. Tehát az egyik ez a Káplár László jó ember díj, amelyet 2013-ban... ez jó, súlyos. Tehát ez egy kézkezet. Egy kézkezet ábrázol, igen. Most ezt tudni kell, hogy a Hegner Judit dombovári származású Németországban élő szobrászművésznek a munkája, tehát itt is Dombovárhoz kötődő művészről van szó. De Dombóvár város Bánki Judit, nem tudom, a magyar... Én nem úgy ismerem, de azért mondom, hogy én... Mert ide járt az Apácaiba, tudom, nem? Gőgösbe járt. Hát... Igen, igen. Hát azért mondom, hogy én ott tudtam meg Pécsváradon, hogy dombovári születésűek, hát itt járt. És ő még már ezen a néve. Tehát Dombóvár város elismerő díszjelvényének is a tulajdonosa, vagy aztán vendégbarát múzeum pályázaton külön díjazott, aztán Tolna megye civil külön díja, aztán Tolna megyei művészetért plakettet, és akkor mondom, amit még Gölle község díszpolgára, és erre legbüszkébb Imre egyébként, amely egy bekeretezett. 2008-ban. Itt van a, és nálunk nem gyűrűt adnak, hanem a Cimernek a 18 karátos aranyból készült másolatát adják, mint kitűzőt. De hát nekem van egy másik kitűző, mert mindig ott van az öltönyömön.
már úgy érzem, hogy hát én szívemnek egyik fele azért Göllei Morad, és nagyon szívesen járok haza, és segítek, amit tudok a községen. Hát sajnos a sors ugye Dombovára szólított, 30 éve élek itt, de természetesen itt is nagyon jól érzem magamat, és úgy érzem, hogy talán befogadott Dombovár, befogadtak, és köszönöm azoknak a dombováriaknak, akik egyengetik az utamat, ugye azért, hogy biztatnak, hogy csináljam csak tovább, meg hát egyéniségemet formálják, mert hát Fekete István után úgy érzem, hogy hát Dombovár rér kell, hogy tegyek továbbiakban is, mert ennek a városnak a hírnevének az öregbítése is célja az egyesületünknek is, bent is van az alapszabályunkban, tehát én azt hiszem, hogy ezért meg is teszünk mindent, meg igyekszünk mindent megtenni, hogy ez így is legyen. De azért befejezzem én is az elismerések felsorolását, hiszen idén, januárban a magyar kultúra lovagja lett Bodó Imre, amelynek a képei és az átadás ünnepségen készült képek, meg maga a elismerés. Tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy ez lett az apropója annak, hogy ma itt ülünk és beszélgetünk, hiszen ez tényleg jelzi azt, hogy megmenekült a szürkeségtől Imre. Igen. De most egy pillanatra még annyit, mivel itt ül a polgármester úr, Naki polgármester úr, Rácz Róbert, ugyan engem fölterjesztettek 2012-ben, de akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, én ezt ott tudtam meg Budapesten, és a Naki önkormányzat, mivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Robival, és hát nekem a, mint Göllel szomszéd települése, kisgyerekkoromtól fogva ismerem a Naki embereket, és annál is inkább, mert ugye krónikátokban úgy van, hogy 18 somogyi családot telepítettek Nakra, tehát somogyiak ők is félig meddig, meg a leszármazottak is. Tehát szívesen járok vissza, ugye most, ha Jóisten is úgy akarja, júniusban meg lesz a turulszobor avatás, amire már meghívtak tavaly, de elmaradt, nem készült el a turulmadár. Tehát a Robinak köszönhetem, mert ők is fölterjesztettek, és a Falvak Kultúráért Alapítvány az jó néven veszi, ha a falvak terjesztik föl elsősorban jelölteket, és nem dicsekvésként mondom, de itt bent van a méltatásban, hogy 209 jelölt közül 24-et jutalmaztak. Tehát ez már valamit azért elárul, hogy tényleg komoly munkát végeznek ezek a lovagok, akik ezt a díjat odaadják, mert ha jól tudom, 6 országból, tehát 6 ország magyarjai, Magyarország a 7., tehát 6 ország, a külföldi ország magyarjait, illetve belföldi tagokat jutalmaztak. Befejezésként mindig úgy szoktuk befejezni, hogy a vendégem az hoz pár képet a családi fotóalbumból, a gyerekkorból, a szülőktől, hogy egy kicsit azt az embert, akivel eltöltöttük az eltelt órát, megismerjük jobban. Akkor picit kommentáld. Igen, itt a szüleimet látjuk, 1950-ben készült ez a fölvétel. Galambos Anna és Bodó Ferenc, édesapám Bodó Ferenc volt. Itt a apai nagyszüleim, Puska Teréz és Bodó András, ő volt a méhész. Galambos Imre és Kovács Erzsébet a anyai nagyszüleim. Itt édesanyám, ez 56-ban készült ez a kép, ugyanis a Göllébe, ugye nagyon sok mindenki menekült oda, Göllébe menekült Budapestről egy kémházas pár, akik nyugatra tartottak, és pár éjszakát nálunk töltöttek, mert nem volt senki, aki befogja, az én szüleim befogadták őket, és a férfi fotóriporter volt, és nagyon sok képet, hát tudtam volna több százat hozni, nagyon sok képet készítettek rólunk is, gyerekekről is, meg a családról is. Tessék, parancsol. Hát ez én fényképeztem, 960
1947-ben így nézett ki a kis sáros falunk. Itt a könyvtár, ami most a Csonka Sándor úr képtára, mellette van az önkormányzat, és az melletti ház, az a fehér betonkerítés, az volt az én szülőházam. Hát itt az öcsémmel, Bodó Bálint öcsémmel általános iskolában, Jelmez Bálint, székely házaspárnak öltöztettek be a szüleink, és senki nem ismerte meg az öcsémet, mindenki azt hitte, tényleg leányról van szó. Itt 14 éves voltam a Balagási képen. Itt 16 éves voltam Keszthelyi kép. Ekkor írtam levelet, fekete is van, amikor ez az időszak. Itt már főiskolás voltam, a kollégium parkjába odajött hozzám egy vadászkutya, egy ismeretlen kutya, és lefényképeztettem maga vele. Hát itt pedig ugye mondtam a gazdálkodást, gazdálkodtunk, ez egy szép megtermett bika, 4,5-5 mázsás bika. Na most nagyon szerint bikáink voltak, ugye abban az időben Göllében is, meg minden faluban rengeteg állatot tartottak a háztáji gazdaságban. Nekünk is volt mindig 4-5 bikánk, és hát amikor hazajöttem, akkor vasárnaponként reggel az volt a feladat édesapámmal, ő vezette az egyiket, én meg a másikat, és minden vasárnap megjártottuk a bikákat, illetve lemértük őket, hogy melyik gyarapodtak, és olyan szelidek voltak, látják, hogy nyalja a kezemet, meg nagyon szelid, de bot azért mindig ott volt a kezemben, hogy nehogy véletlen, de annyira szelidek voltak, hogy könnyen lehetett őket vezetni, mikor volt a jöttek az olaszok, ugye olasz exportra mentek ezek az élő állatok. Na tehát ez egy ilyen kép, ezt úgy gondoltam, hogy ezt mezőgazdász be kell, hogy tegyen. Mehetünk akkor tovább. Hát itt ez is főiskolás kép, ez körülbelül 1974-ben készült körülbelül. Ez szintén, ez a kollégiumnak a parkjában van. Itt pedig a sárgulás, ugye nálunk nem ballagás, hogy sárgulás, ilyen növényvédő permetező gép, a Haflinger, egy osztrák típusú gép volt, és minden növényvédő állomásról a Dunántúlon bekérették ezeket a gépeket, és három szék fért föl rá, hárman fértünk föl rá, az Irénke osztálytársam, Varga Jánő barátommal kerültünk egy gépre, és hát ezzel mentünk végig a városba. Az agrármérnökök lovakkal mentek, hintókkal, és mi meg mentünk utánuk a Haflingerekkel, Haflinger. Itt katona voltam Kaposváron, ez 1977-ben készült. Ugye ott kezdtem én el a Gölle község krónikáját írni, aztán a politikai tiszt, a Bőröndi őrnagy észrevette, hogy én gépelek november 7-én az irodába, ez egy halálos bűn volt akkor, hadbírósággal fenyegetett, de aztán kiderült, hogy a felesége történelmi magyar szakos tanár, és ő biztatta, hogy hagyjon engem dolgozni, és a Jóska bácsi vitt ki engem a levéltárba, ez 1977. december 6-án volt, és egy Kanyar Jóska bácsihoz, és akkor utána készült velem egy riport, az újságírót is oda rendelte, Horányi Barnát, már meghalt Barna. A Barnát oda rendelte, hogy írjon egy cikket, hogy a honvédség időt hasznos dolgokkal is el lehet tölteni. Tehát akkor szerepeltem először az újságba. Tessék, ez szintén itt már a leszerelés előtt, ugye a centi a kezemben van. Itt az eljegyzésünk. Feleségem. Itt a mennyasszony és a vőlegény kép. Itt a kisgyerekek, ugye az András, az idősebbik és a kisebbik, az Ákos és a Olivia. Ez Göllében van, ugye a szülőházam előtt. Éppen búcsúzkodunk, látogatóban voltunk ott a gyerekekkel, az öcsém. Ez pedig a göllei szőlőm, hát sajnos ez már nincs meg így. Göllei szőlőm, mikor még megvolt, akkor oda jártunk dolgozni. Ez pedig a házunk így nézett ki a 90-es évek elején, 92-ben készült ez a kép. Ez pedig a megnyitó, a múzeum megnyitója, ugye akkor az akkori Dombovári TV, a Karolin volt a tévének a vezetője, ő is kint volt, és hát nincs több képünk, az 95-ben volt. Hát van még, aki a honlapra kíváncsi, nagyon sok érdekesség található, www.feketeisvánmuzeum.hu című honlapot megkeresik, és nagyon sok minden érdekességet lehet megtalálni rólunk. Köszönjük szépen. Szívesen, hát, én köszönöm. Maradjál még ülve, mert én köszönöm.
Köszönöm. Szépen. Én köszönöm. Köszönöm szépen Imrének azt, hogy velünk töltötte ezt a délutánt, vagy a bő egy órát, és nekem személy szerint meg ritkán adatik meg, hogy egy lovag mellett ülhettem egy órán keresztül. Szívből gratulálunk az eddigi munkádhoz, és nagy, nagy örömömre szolgált, hogy a vendégem köszönöm lehettél. Köszönöm szépen, én is. És minden jót kívánok a következő tervekhez, mert úgy tudom, van egy csomó még. Minden jót és jó egészséget. Köszönöm, viszont neked is mindent. Köszönöm. Köszönöm.